Jubilál a Sóstói Múzeumfalu egyetlen gasztrofesztiválja. A Régi Magyarország ízei című programot 2016-tól rendezi meg a Skanzen. A látogatókat szeptember 10-én vasárnap várják Sóstóra, ahol idén a sváb hagyományokat helyezik előtérbe a szervezők. A sajtótájékoztatón elhangzott, Nyíregyháza programkínálatának egyik kiemelt eseménye ez, amely sokkal több egy hagyományos gasztrorendezvénynél. Különböző finomabbnál finomabb ételeket, ugye 21 csapat lesz, hogyha jól tudom, aki főzni fog. A középkori ételtől kezdve egészen a jelen modern ételig sokféle ételtípus fognak kínálni, de nem azt gondolom, hogy csak ez a lényeg. Mivel az ember szeret enni, ugye, jókat enni meg főleg, hanem azt is, hogy közben nagyon kulturális élményt kap, amiből egy kicsit tanulhat, amivel egy kicsit megbarátkozhat, hogyha esetlegesen távol áll az ő kulturális eddig tapasztalataitól. És az, hogy a svábok nem csak Nyíregyházának, hanem a Vármegyének is azt gondolom, hogy egy olyan nemzetisége, amely a 18. században az egyik nagy betelepítési hullámnak a részese volt, mert a sváb nemzet, a sváb nemzetiség. A fesztivál történetében először egy nagyszabású kutatásra épülő kiállítás is nyílik, amely a Vármegyében élő svábok hagyományait, történelmét dolgozza fel. Ez a kiállítás abszolút arról fog szólni, hogy hogyan is történt az, hogy megjelentek a svábok Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében, a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében, és mi történt velük az idők folyamán. Megjelenítjük azokat a római katolikus sváb szokásokat, amelyek jellemzőek rá is, még talán ma is tetten érhetőek, és hát természetesen a Málenki robotról is hírt kell adjunk, hiszen ez egy olyan sorsfordító esemény volt a svábok életében, amit nagyon nehéz és beszélni róla, és még inkább nehéz bemutatni. Mégis van egy olyan adatközlünk, akit ki kell emelnünk, hiszen ő 94 évesen a Málenki robotot megjárva mesélt nekünk. Voltak tárgyai, amiket kiállításra kölcsön adott, és ezeket mutatjuk be a Hojszottegá nevezető sváb nevű kiállításunkban. A fesztivál különlegessége, hogy a látogatók testközelből is megtapasztalhatják, hogyan készülnek a tradicionális ételek. A hagyományos sváb fogások mellett pedig természetesen a Vármegyére jellemző ízeket is megkóstolhatják az érdeklődők. Jöjjenek és kóstoljanak, mert hogy ez a legfontosabb része, azt gondolom, hogy a gasztrofesztiválunknak, ami egyetlen itt a Sóstói Múzeumfaluban, és emellett pedig számos programmal fűszerezzük mindezt, amit a hajnalban szorgos kezek már elkezdenek itt készíteni a különböző portákon. Ami fontos, hogy szavazhatnak a kedves látogatók, hiszen ha még kóstolják az íztérkép segítségével a különböző portákon a csapatoknak az ételeit, meghatározhatják, hogy melyik a legízletesebb a 2023-as esztendőben. Emellett természetesen szakmai zsűrit válogatunk, akik nem csak az ételeket, hanem a hangulatot, a megjelenést és egyéb más szempontokat is fognak majd zsűrizni és értékelni. A falusi tradíciókhoz méltó módon a zene és a tánc sem maradhat el a fesztiválon. A Beregdaróci asszonykórus mellett a néptáncot nézni és művelni vágyókat is számos program fogadja. A legkisebbeket vásári komédia szórakoztatja majd. Az árpádkori falu részben középkori ételekből és lovagi játékokból is kaphatnak ízelítőt az érdeklődők. A Kelet Brass Band pedig a hagyományos sváb sramli hangulatát is megidézi szeptember 10-én a Sóstói Múzeumfaluban.